kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt az igazi Dobman TV Starbucks kibeszélője. Mellettem állandó társam. A harcban Dr. Kecskeméti Laci, a Zrínyi Kickbox Akadémia ügyvezetője. Így van. Többszörös válogatott kickboxer, és egy időben azt gondolta, hogy a Bloodsportra is benevez, amikor meglátta Vandámat. Így van. Ja, a válogatott alatt azt kértem, hogy szerettem a válogatottal együtt edzeni. Te emlékszel a Bloodsportból a kínai csávóra? Az ikonikus mellizomra? Igen, mellizomra. Azt így. Tudod, melyik filmben volt először? Nem. Így ismertem? Mármint a világ számára ismertem? Nem. Bruce Lee sárkány közbelép. Aztán. És egyébként én nagyon sokat foglalkoztam anno a kung fu-val gyereknek a 8. kerületben, ahol ténykedsz és hátrányos helyzetű gyerekeket segítesz a sportolásban, illetve a helyzetüknek a javításában. Sőt, szerintem én úgy veszem észre, hogy a családokkal is foglalkozol ilyen módon, mert folyamatos kapcsolattartásban vagytok. De most én, mikor gyerek voltam a 8-ba, ennek most mondjuk semmi köze a Starbuckshoz, de jó sztori lesz. Kétféle moziba. Akkor mondd el, Laci, mindenképp. Igen, kétféle moziba jártunk. Kis cameo. A Corvinba és az Alfa moziba. Uh-huh. Az Alfa mozi ott fönn volt ott a Orci kert felé, illetve az Orci kert előtt. A Corvinba játszották a friss amerikai filmeket, mint Jedi visszatér, Indiana Jones sorozat. Általában fél évig prolongáltak egy filmet, azt hosszabbították még fél évig, tehát a Jedi visszatért, azt a Corvin moziba egy évig játszották. Tudod, nagyon ritkán jöttek be ilyen nagy költségvetési amerikai filmek a moziba. Az Alfa moziba pedig Bud Spencer és Terence Hillért jártunk, vagy szólóban Terence Hill és külön Bud Spencer, illetve Bruce Lee. És a 8. kerületben a kung fu-nak egyébként hatalmas kultusza volt. Uh-huh. Tehát voltak olyan fickók a lakótelepen, akik be is öltöztek ilyen kungfu ruhába. Kungfu cipő, kungfu ruha, és ugdosták a pörgőket, meg mindent a lakótelepen. Tehát imádtuk a Bruce Lee-t, és ez a nagy melizmú csávó, akinek Bolo Yang, ez a neve, ez először mi a Sárgány közbelébe láttuk, de egyébként híres ilyen távol-keleti harcművész színésző is. És hát erről jutott az egész eszembe, hogy a kickbox, meg nagyon sokat foglalkoztam a távol-keleti harcművészetekkel, utána a ninjaság is nagyon izgatta a fantáziámat, ott pedig a Sokosugi volt az ikonikus ember, meg a Franco Nero volt az első ninja film, amit láttam, aztán videón egy csomó minden néztünk, de hogy igazából a kickbox az a Wing Chun lett tulajdonképpen továbbfejlesztve, és európai piacra elfogadhatóvá átalakítva. Hú, itt egy kis, igen, itt egy kis szakmai korrekciót kell, hogy okay, élesek. Az irányába, majd kivágjuk, hogyha nem hagyja, hogy benne vagy. Na, a lényeg az, hogy amerikai. Tehát ugye a távol-keleti a kung fu, és a kickbox pedig egy amerikai, ugye az osztály karatéból nőtte ki magát a kickbox, és nagyon sok másik ugye ilyen kevert harcművészeti jelen is megtalálható benne, így például az ökölvívás, így például a kung fu is, és így egy ilyen a Mixed Martial Arts, ugye az MMA szellemihez az egyik legközelebb álló egyébként stílus, de egyébként amerikai. Tehát nem a távol-keleti küzdősport kultúrából nőtte ki magát, hanem ezt amerikai küzdősportforma. Oké, okay, mert én úgy tudtam, hogy a... Tehát igazából a véres játékokban a távol-keleti és egyébként a kung fu-s alapokkal vívó
ugye a chi energiát hasznosító, tehát a Bolo Yang annak volt egyébként a megtestisítője, ugye ő egy chi-ban, meg a tongpu, ugye az is a távol-keleti és a thai box, igen, a thai box, de ott is a chi, tehát úgy fel tudja magát erősíteni ugye a belső békével és a belső harmóniával, hogy akár még egy vas ugye dorongot is simán szétrugott a saját lábával, csak ott volt az Amerika, ugye megint csak a távol-kelet, Kína, távol-kelet, meg az egyéb ilyen működések, ott állt vele szembe az amerikai Benegyerek, a Jean-Claude Van Damme, és akkor úgy egymásnak feszültek, ebben volt éppen nagyon keményen hidegháborús utópolitikai szembenállás is ebben a filmben magában, de így kell elképzelni ezt a kontextust, tehát ugye Amerika állt szembe magával az összes többi különböző sporttal. De neki is a Miyagi volt a mestere. Az biztos. Nem? Igen. Mármint én tudom, hogy amerikai fejlesztés. Mindenkinek Miyagi a mester, hogyha úgy lesz. Tudom, hogy amerikai fejlesztés, de tehát, hogy ugye Bruce Lee elvitte a Kung Fu-t Amerikába. Igen. És nagyon népszerűvé tette. Tehát a karate, azt tudjuk, hogy japán eredetű sport, tehát egy teljesen, nem mondanám, hogy teljesen más, de azért, hogyha mozgáskultúrát nézzük, akkor alapvetően eltér mondjuk a Kung Fu-tól. A Kung Fu szerintem egy sokkal flexibilisebb mozgásforma, míg a karate az ilyen betonbiztosabb oszlopokra állítja a küzdelmét. Én mindig úgy látom, mikor például bunyóztam ki, akkor sinkályosokkal. Annyi féle és fajta szakák van, ezt mint az égen a csillag gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy a legkomplexebb, és nem csak azért, mert ezt a küzdősportot űzöm, az gyakorlatilag azok a küzdősportformák, ami több jegyet is megpróbálnak hasznosítani a saját kultúrájuk vonatkozásában, ilyen például a thai box, ilyen például a kickbox, ilyen maga az MMA, ugye a küzdősportok, hogy is mondjam, legdurvább és legkeményebb ugye a verziója, de azt kell, hogy mondjam, hogy ott minden ott van, tehát ott van a grappling, ott van a sambo, ott van a jitsu, ott van az ökölvívás, ott van a thai box, ott van a kickbox, tehát az MMA az a legkészebb harcos. Tehát én például, hogyha kocsmai bunyó lenne, és választani kéne, hogy a kungfus, a kickboxos, hogy az MMA-s mellé állnék, akkor ebből mennék szépen az MMA-s mögé, és mondanám, hogy szabad barátom, meghívhatok egy sörre. Akkor ezúton minden MMA-s meghívunk egy sörre. Így van. De egészségetekben nem az MMA-ról fogunk beszélgetni, hanem egy olyan sportról, ami szerintem mindkettőnknek szívszerelme. Igen. És ezt úgy hívják, hogy ökölvívás. Én azt kell, hogy mondjam, hogy minden küzdősport előtt le a kalappal, minden küzdősportó előtt le a kalappal, de egy igazi profi ökölvívó meccshez szerintem semmi nem hasonlítható, és az sem lehet véletlen, hogy előbb-utóbb minden kevert küzdősportó megpróbál odaérni a ringbe, és ott egy nagy gázsit kaszálni. Így van, egyébként mi a véleményed? Már tényleg a Star Wars-ról szót sem beszéltünk, de ez muszáj. Igen. Mi a véleményed arról a jelenségről? És nem is a youtuber jelenség érdekel engem, hanem pont amit említettél, hogy a kevert harcművészek, mint a Nganu, vagy egyéb, ugye a Ben Askren, vagy a Conor McGregor, hogy ezek előbb-utóbb kikötnek az ökölvívásban, és ott ki is próbálják magukat, ráadásul tétmeccsen. Én azt gondolom erről, azt szerintem a bunyó az a küzdősport, valamiért, lehet, hogy azért, mert korlátozottak az eszközök, tehát tulajdonképpen háromféle ütést ütnek a versenyzők, mondjuk ezt ezerféleképpen, egyenest, horgot, meg ugye felütést. Tehát ez sokféle módon végre lehet hajtani, de ez egy viszonylag tiszta és látható helyzetet teremt a küzdelem során. Illetve azt gondolom, hogy a bunyóban az nagyon izgalmas, hogy még mondjuk egy kézlábas sportban, vagy sokszor még az MMA-ban is, bár ott nagyon intenzív földharcok zajlanak, de van idő pihenésre pont a rugások miatt, hogy mondjuk egy nagyobb köríves rugás után ott lehet pihenni egy picit, aztán újra fölvenni a küzdelmet, viszont a bunyóban ott folyamatosan az ütőtáv szélén mozogsz, és azon operálsz, hogy hogyan kerülj beljebb, hogy végrehajtsd azt a tervet vagy elképzelést, amit szeretném megvalósítani, és mivel szűkösek az eszközök, ezért nagyon látványos és látható. Nem mondanám, hogy a thai box mondjuk kevésbé látványos,
és élvezhető. De például MMA-val nekem sokszor ez a problémám, hogy nyilván, ha szakértő szemmel közelítünk felé, már valakit visznek a meccsről. Tehát, hogyha szakértő szemmel közelítünk felé, akkor persze, milyen csavart rajta, hogy milyen karfeszítés, lábfeszítés, de egy átlagos néző számára a bunyó az jól értelmezhető. És azt is kell mondjam, hogy nagyon nemes küzdelem, hát szerencsés esetekben szerencsétlen, ebben itt is fordulnak elő szabálytalanságok, meg csúnya megmozdulások, de én azt gondolom, hogy úgy is hívnám az ökölvívást, hogy ez szerintem a küzdősportoknak a királynője. Tehát egyszerűségében nagyszerű, cizellált, lovagiasságot igényel, tehát egy ilyen nagyon, pont ez a korlátozás miatt egy nagyon tiszta küzdelem, és ezért izgalmas. Még hogyha ezt a Starbucksban nem feltétlenül így. Igen, itt sokszor mondjuk, hogy nyomelemekben ökölvívást tartalmaz, de nekem ezzel kapcsolatban magával a jelenséggel, ugye arra kérdeztem rá, de a Laci elvitte inkább az ökölvívás szerepét, betöltött szerepő irányába, de nekem ezt azért el kell mondjam, hogy ez nagyon fontos, hogy nem csak az ökölvívás királynője, de szerintem az ökölvívás, ugye az a küzdősportok királya is. Ugye szoktuk látni, hogy én három motivációt látok egyébként ezekben az emberekben. Az első, az nyilván az, hogy az a pénz, meg a csillogás. Tehát az teljesen egyértelmű, tekintettel arra, hogy ez a küzdősportok királynője, királya teljesen mindegy, ezért ott egy sokkal nagyobb fémet, egy sokkal nagyobb hírnevet tudnak maguknak kirharcolni. A második, amit ugye látok motiváció ezekben az emberekben, hogy általában ugye a csillogás és a hírnév mellett, az pedig az, hogy egyszerűen nincs ellenfél. Tehát én azt látom az MMA berkeken belül, hogy olyan kevés és olyan korlátozottak a lehetőségek. Tehát egy súlycsoporton belül is van 2-3 kiemelkedő egyéniség, és egyébként mögötte lévő emberekről meg semmit nem tudunk, és ezért sem lehetséges ugye azt a gázsit, és azért azt a ugye hírnevet és ugye olyan promóciót mögé rakni, mondjuk egy ökölvívásnál, ahol ugyanarra a királyi pozícióra van 20-30-40 ember, 3-4 boxszervezetnél. Tehát teljesen más a merítési halmaz. Tehát egy MMA-s halmaz, az mondjuk szól egy divízió 20-30 emberről, a boxba pedig szól 200-ról mondjuk, világszinten veszük magát. És a harmadik pedig az, én ebben biztos vagyok ebben, és amit te is mondasz, hogy a tiszta küzdelem. Tehát egy MMA-s, nézzünk meg egy MMA-snak a fejét, a Luke Perrynek mondjuk a fejét. Tehát egy ökölvívó le tudja érni az életet úgy 60-70 éves korig, hogy szerintem utána még tud enni egy jó ízű Snickert, hogyha szeretne. De az a helyzet, hogy egy MMA-s vagy egy MMA-s küzdősportoló, aki ott van a tűzben, és azon a szinten van, ahol, hát én megnézném az 50-60 éves MMA-sokat, hogy azok hogyan élnek, és én úgy gondolom, hogy azok fájdalmakkal élnek, a rágószerveiket, a felejtsék el, tehát ott olyan behatások és olyan dolgok érnek, hogy én amiatt is gondolom, amit te is mondasz, hogy ott tiszta küzdelem van, ott csak ott van az ököl, ott vannak a tiszta ütések, és lehet persze fineteskedni, ezt szokták mondani, meg lehet egy rakkolós és egy olyan bunyót belerakni, hogy nem teljesen tiszta, de ettől függetlenül ott tiszta küzdelem van. Tehát ez az ára motiváció, mert szerintem egy MMA-s elfordulhat az ökölvívás irányába. Bár kíváncsi vagyok, hogyha már a Starbucks-ra ráfordulunk. Igen. Itt az ideje. Nem lesz a jövőben olyan verseny, vagy kihívás így a sztároknak, amiben MMA-zni kéne. Hogyha még a bunyóban most nem sikerül valakinek meghalni. Igen, tehát ez lenne a következő lépcső. Igaz, MMA-val ezt szeret. Igen, tehát el tudom képzelni azt az alternatív univerzumot, ahol még Ráci Jenő a kabát Peti gyakorlatilag hulláját rugdossa, mert ilyen volt, tehát gyakorlatilag szegény ugye kabát Peti, ez úgy csuklott össze, hogy szokták mondani, mint a World Trade Center, tehát szó szerint a tankánsat van ez a külföldi kifejezés, az azt jelenti, amikor teljesen tudattalanul esel össze a KO-tól. De nem megyünk, nem spoilerezünk. A lényeg az, hogy látjuk, tehát amit Laci mondott nekem, és a nézőknek is, azt én az a helyzet, hogy vélem felfedezni a dramaturgiába. Tehát elkezdett folyni a vér. Eddig nem folyt, most megtörtént az első alkalom. És hova vezet ez még egyébként? Kíváncsian várom.
az nagyon lehet érezni a szerkesztésen, egy nagyon tudatos építkezést látok egyébként, és abszolút a profi boxra emlékeztető módon van kimenedzselve az, hogy a drámai összecsapások például a megfelelő időpontban legyenek megrendezve és összehozva. Tehát, hogyha most látjuk, ugye, ami történt a középsúlyban, nagyon ügyesen úgy alakultak a dolgok, hogy a rácienő istenes vetélkedés az összejön és megvalósul. Ugye a Noir kapott egy viszonylag könnyű ellenfelet, igen, aki most még nagyon jó barátja, kíváncsi vagyok, hogy a következő találkozók után ez a kapcsolat gyümölcsöző vagy virágzó lesz-e. De ugye alaposan odafigyeltek, hogy a Noárral ne kerüljön szembe az istenes Bence vagy a rácienő, mert akkor egy olyan meccs, ami izgalmas lehet, és érdeklődéset ad számot és nézettséget hoz, az kimarad. Igen. Mert a Noárral szemben nem biztos, hogy győzedelmeskedik valamelyik fél. Tehát ott kérdőjelessé válik az a meccs, az istenes rácienő meccs, ami szerintem dramaturgiailag ennek a Starboxnak egy központi témája, vagy egy olyan tematika, ami köré föl van építve az egész műsor. Ilyen drámát, vagy ilyen rivalizálás nem hordoz magában egyik mérkőzés sem. Igen. Izgalmasnak ígérkezik majd a Pintertanya, meg az Árpati a küzdelme, illetve kíváncsi vagyok, hogy a Benji-ek ki tudnak-e valamit találni a Bras Bencével szembe, de most nem is találgatni szeretnék, hanem így magát a vasárnapi eseményt boncolgassuk kicsit. Egyébként ez annyit hozzá szeretnék tűzni magához a dramaturgiához, hogy én szerintem valakit lebunyóztatni az egyik héten, majd utána lebunyóztatni vele egy elődöntőt is, az nem túl etikus. Tehát ugye itt most a Rácienőre gondolok, hogy ő gyakorlatilag még hogyha egy sima második menetes káót is hoz le, attól függetlenül az ő teste, az ő adrenalin szintje, az ő izomzata, az egy címmeccset, a saját maga értelmezésébe vegyük ezt a címmeccset természetesen, de hogy egy címmeccset vívott, és rá egy hétre egy teljesen pihent istenes Bence, ez aki kb. Egy hónapja most már csak erre a saját második elődöntőjére, nevezzük elődöntőnek készül. Nem túl etikus, hozzáteszem, hogy a Rácienő izomzata, mozgáskoordináció és technikája én szerintem nem fogja őt megoldhatatlan feladat elé állítani, de a program szervezés tekintetében ez nem túl etikus, mert kellett volna annyira regeneráció és rekreációs időt neki. Hát igen, ez a Starbox, és nem egy virágvasárnapi tömmel. Így van, hogy nem vasárnap. Szóval, ami a lényeg, most akkor végigmegyünk a meccseken, aztán, hogyha úgy van, miről beszélni. Kicsit még filózunk majd ezen a Rácz istenes mérkőzésen, ez itt a legizgalmasabb. Az első meccs az a Kálai Sanders Andrásnak és a Saunders, ahogy Saunders. De hát ezt így kell mondani. És a Józa Lászlónak a meccse volt. Ács Feri, ugye? Mindannyiunk Ács Feri. Lehet, hogy van valahol a világegyetemben egy ember, aki Prészeg Lászlónak. Hú, a feleségem kérte, hogy ezt már minden részben említem, és tudom, hogy már könyökötök, hogy jön ki, de hogy neki volt egy nagyon aranyos szóvicc, és ezt muszáj elmondanom, hogy nagyon kíváncsi lett volna arra a pillanatra, amikor először berúgott. Ja, jó, hogy utána, igen, akkor utána, hogy hívhatták a barátaim. Most nem vagyok Józán. Az egy olyan all-time szóvicc adott lehetőséget, amelyet szerintem nem hagytak a barátai kihasználni. Úgyhogy, hát ez egy érdekes meccsnek ígérkezett. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy az András, aki ugye félig, nem tudom, hogy kell ezt most PC-n megfogalmazni, afroamerikai felmenővel rendelkezik, hiszen apukája afroamerikai, anyukája pedig magyar, de mindenféleképpen hordozza a vénájában azt a vért, és azt a genetikát, és azt a karmikus örökséget, ami egyébként megfelelő sportteljesítményre predesztinálhatja. Én is így éreztem egyébként. Én azt hittem, azért nem mutatják a felkészülését, mert olyan bunyót fogott lepakolni, hogy ez nem igaz, hát lesz, vagy fú, és én láttuk is, hogy ügyesen kosárlabdázik, meg a zenében is jó érzékű. És hát arról is beszélt, hogy
ugye ők Bronxban vagy Brooklynban nőtt föl. Jó, ott már úgy éreztem, hogy vége minden. A kerületek között általában megrendezett összecsapásokon is részt szokott venni. Egyébként nagyon sok ilyen videót lehet látni a YouTube-on, ahol a környékbeli srácok összejönnek, vagy egy ilyen backyardban, egy ilyen kertbe, vagy pedig ott egy ilyen zsákutcába, és fölvesznek egy zsákkesztyűt, és akkor próbálják utánozni azt a fajta boxoló mozgást, amiket a videókon néznek, és akkor ki ügyesebben, ki kevésbé összecsapnak egymással, ebből nagyon kemény bunyók szoktak egy. Bizony, ennek nagy úttörője volt Kimbo Slice, keresitek rá, igen, hogyha érdekel titeket. És a Kalai Saunders. Ja. És Kalai Saunders. Arról is tudunk, hogy azért a Andrásnak voltak olyan esetei, amikor így összetűzésbe keveredett emberekkel különböző éjszakai szórakozóhelyeken, közben egy szellem is beköltözött közé. Igen. És hogy ott kapott is pofon, de volt, hogy osztott is pofon, tehát hogy nem egy félős gyerek egyébként, hajlandó ilyenekre a romantikus dalainak az ellenére. Igen. Tehát neki alapvetően én sokkal nagyobb esélyt adtam, mint az ellenfelének, aki még az öltözőben nagyon magasan volt az adrenalin szintje, hogy lehetett látni, izgő, mozgó, izgő. De ugye alapvetően ilyen is, tehát ugye én láttam rengeteg színdarabba, és én nagyon kíváncsi lettem, vagy nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ő hogy fog mozogni a ringbe, és maximálisan azt kaptam tőle, amit ez az igazi görcsös, az a zapszem a fenékben, technokolla hozzáragasztva a kettős fedezékem alántékon moz, és így ment, nagyon akart, felkészült, biztos, hogy minden edzésen részt vett. Hát az Andrástól ott meg gyakorlatilag minden, amit elmondott, és az a sztereotípia, amit felépítettem a fejembe, 2 perc alatt megdőlt, mert egy pali volt, aki se nem ökölvívni nem tud, gondja sincsen. És nem is akart. De nem is akart, és elmondta 100-szor, hogy nagyon szereti az ökölvívást, és szeretné tovább csinálni, lelke rajta. Én azt láttam az Andráson, hogy legalább ennyi. Az első menetben úgy elkezdett úgy mozogni, mint amiket lát a videókon. Ilyen nagy bunyós. Igen, akkor ment ez a szenyorítom hozzájában szoktam. De azt így lehet, hogy levette. Tehát, hogy így, csak hogy nem lett belőle ütés. Meg igen, találat. Igen, meg semmi. Meg tehát így fölpaprikázta az ugra-bugra embert, hát, és azt meg így elkezdett. Az első kettős fedezéke fönn volt, a hátsod meg derézelődte. Hú, nem, tehát... kondicionálisan egyszerűen megölte. Most azt tegyük hozzá, hogy elvileg volt valamiféle válsérülés, ami akadályozta a felkészülést, ez itt többeknél előfordult, hogy sérüléseket szemeltek el a gyors felkészülés miatt. A Kovács Petrinek is késsérülése volt. Úgyhogy, de nem gondolom, hogy ez alakított volna bármit is ezen a mérkőzésen. Nem is tudom, hogy sok szót érdemel-e ez a mérkőzés, hát az estének ez volt a legkevésbé látványos történés. Szerintem lapozzunk is, mert illetve sem szakmai sem. Igen, én a Józan Lászlót féltem egy ütésrészegségtől, ami most vár rá. Tehát nagyon boldogan. Tényleg ezt írtam is neked, miután a Józan László beküzdötte magát a következő körbe, hogy mondtam, hogy Józan László még nem is tudja, mennyire kitolt magával. Megöltem magát. Mert gyakorlatilag. Ugye, hát ugye rá nem más vár, mint Noár, akiről látjuk, hogy egy cseppet komolyan veszi, és ő pusztítani megy a ringbe, bizony. Sőt, ahogy elmondta a ring mellett, akárki jöhet. Tehát fehelysújtó nehézsúj mindenki nekünk, talán még a lányokkal is. Én tényleg azt látom benne, hogy neki a motiváció a teljes pusztítás, amikor fellép a ringbe. Hozzáteszem, hogy egy ökölvívóban ez a típusú szellem, ez egyáltalán nem baj, ha megvan. Nem. Egyáltalán nem baj, ha megvan, de ő nem ökölvívó, és azért, amit Laci is mondott, azért jó lenne a végén nem a patológián végezni valamelyik ellenfél. Tehát majd erre ki fogunk még térni. Én ebben a noáros párosításokban látom még azt, hogy ismét egy tragédia legyen, mert ott semmilyen no mercy gyakorlatilag. Az edzője egyébként nagyon jó barátunk, nagyon jó bunyós volt, és innen is üzeném, hogy
Tehát nyugodtan dobd hátba, tesó, a törülközőre, a megfelelő. Igen, figyeljetek a Noir ellenfelére, mert ott a törülköző, és ne várjuk meg, amíg... Egy megelőző törülköző. Igen, ne várjuk meg, amíg itt... Mert ott baj. Hát a második meccs, az egy csaj meccs volt. Én azt kell mondjam, hogy szerintem a sorozat eddigi egyik legjobb mérkőzése. Sajnálatos volt. Én közben rá is jöttem, hogy a nők az új manusok, mert ahogy gyepálták egymást az asszonyok a ringbe, és a ring mellett pedig egy férfi a felesége a férje. Azt mi nem is értettük, otthon a feleségemmel ültem és néztük. Nem értettük azt a kameót. Kicsit úgy vagyok ezzel már, hogy minden sorozatban kell szerepelni egy melegnek, egy leszbikusnak, egy feketének, egy kínainak, és minden olyan ugye PC megállapításnak, amit ugye jelenleg ugye ez a gender lobby tartalmaz. Az ökölvívás az nem ez a hely. Tehát az a helyzet, hogyha ebbe az irányba akarja elvinni az RTL klub ezt a Starboxot, azt rosszulra fog tenni, mert az ökölvívás hozzátesz, minden ökölvívó tisztelettudó és elfogadó, de ettől függetlenül az nem ez a hely és nem ez a világ. Igen, vagy az lesz a vége, hogy kőkemények lesznek a buzik. És akkor megverik az embert, és utána megint bosszák. De oda... megverik részénél már, de hát ugye Dopman csatornáján vagyunk, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nem lepődöm meg. Én ezt annyival árnyalnám, hogy árnyaljam egy saját gondolatommal, hogy egyébként a női meccsben, ugye a szerepek megfordulása véget, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én a Beca ellen biztos vagyok benne, hogy problémába lettem volna. Hát egy olyan nő, aki a négy menet között nem ült le az izomzatát, nem... George Foreman. Igen, az izomzatát nem pörgették át. Gyakorlatilag semmilyen szanitéc melót nem végeztek a fején, hanem csak mindig ugye azt mondom, Miló Viki volt, ugye a csak hasonlított rá, ezután is elnézést kérek a keverésért, de az lényeg, hogy az edzője gyakorlatilag a gondolatokat a fejbe, de már akkor is azt láttam rajta, hogy ő már menne. És egy ilyen kondit átbunyózni, hát ember legyen a talpának, kell szólni. Tehát a Mazsi, ugye azt hiszem a Evelyn, és a negyedik hölgyet, nem tudom, elnézést kérek, hogy ki az, aki bejutott, de az a lényeg, hogy felkötözik a gatyát. Fel. Tehát a Vecának ilyen kombival őrület. És ütött végig, gyönyörű volt a mozgása, fejét kivette, levette az ütéseket fejjel. Igen. Tehát, mint hogyha mi se történt volna. A harmadik, negyedik menetben ott már nem volt érdekes a védekezés. Egy Gatti Wardot mutattak be a sajok egyébként. A másik hölgy a szabados. Ági, igen. Szabados Ági és Jani. Ott lejtett a párja egyébként, tehát ott azért imádtam, amikor a Kokó mondta, új, micsoda egyenes, micsoda csapot, és néztem a mérkőzést, hogy a Kokó mit, mit közvetít. De persze, hát tudom én, hát azért egy RTL-es bemondó hölgy volt, talán most is, az hát nem tudom. Azóta nyugdíjban ment, már nyugdíjban egy szót nem tud kimondani, hülyeskedek, nagyon szépen helytált. Ági is fantasztikus, jó volt, le a kalappal a hölgyek. Tehát ő próbált vívni, egész egyszerűen a Janicsák Vecában egy olyan átütő erő volt, tehát ez a Momzilla elnevezés, aminek ő magát elnevezte, tényleg igaz volt. Átjött. Mert nem volt benne a másik versenyzőben az, hogy bármilyen úton, módon megállítja azt az energiarohamot, amivel szembe kellett nézni. Hát én is azt néztem, hogy azok a nőnek olyan volt a mozgása, mint egy manusnak. He. Tehát, hogyha például Janicsák Vecával összeveszel a konyhába valamivel, azt rendesen le kell tekerni, mert különben neked ugrik, fölvág, érted? És ott nincs ugra-bugra. Nincs kezmet, azt tudni. Tehát őrlet. Anyukám mondta, hogy ő az Ázsia Expressbe is nézte, és hogy nagyon bírja meg Fain, de hogy a férjét is így. Nagyjából így kezelte, ilyen temperamentuma. De nem csak az volt a kény, hogy a mozgása is jó volt, az alapállása, hogy görnyeztette a hátát, az ütései. Tehát én, amit mondasz, hogy a fiúk nagy részét megosztottak. Én bajba biztos, hogy bajba lettem volna, sőt, és ami igazán brutális volt,
hogy nézzétek meg, hogy a férfiak hogy nyilatkoztak. Minden egyes négy menet után. Köszönöm szépen! Mintha semmi nem történt volna, hangtónus egy picit se változva, pici szaturáció se volt a hangjába. Ugyanúgy beszélt, mintha nem tudom, mi kiment volna sétálni a sarki tűzereset. És amit nagyon kapáztam, az elején. Tehát így mondta, mi van, ha kikapok? Nem érdekel, mindent megcsináltam, bemegyek is ki. Tehát én ezt bírom, a lazákat. Nálam ő favorit most. Feleségül nem venném, de a győzelmére örültetek, mert hát én nekem nem lenne kedvem állandóan mondani, gyere, kijátsszuk le. Ilyen tévét vegyünk, érted? Így van, ott egy eléggé alárendelt szerepben lennék, én is, az biztos. Esküszöm, tehát ahogy néztem a meccset, ez jutott az eszembe, hogy hova jutott a világ, mi történt? Nézek, és két nő rendesen jól boxol, és néha a férfiak még csapkoráznak, mint olasz atyor. Tehát mozgáskultúrát illetően. Gelmó megint bejött. A nők nagyon így elszaladt valamerre velük a világ. Nem biztos, hogy egyébként ez jó. Én ezt nem feltétlenül támogatom. Nem vagyok a nőknek a küzdősportja ellen, meg nyilván jó az, hogyha valaki megtanul ütni, meg minden, de például amikor végén már ilyen egész barbár volt a küzdelem, tényleg fejjel vették le az ütéseket, és azért a Vecsa is kapott sokat, és lehetett látni, hogy nem számít semmi. Jöhetett volna bármennyi. Zorral. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi fog történni a Mazsival szemben, de én tényleg annyira masszívnak látom a Vecát, és lehetőségekhez képest képzettnek is. Igen. Tehát foglalkozott ő a kempóval, ami mondjuk egy teljesen más mozgáskultúra az ökölvíváshoz képest, mert nyilván kézzel-lábbal dolgoznak, és ott más az alapállás. Sőt, van földharcos is. Igen. De hogy át tudta ültetni ezeket a tapasztaltakat a ökölvívásra. És ő neki van is érzéke hozzá, azt lehetett látni. Van kétségtelen. A másik csajnak is halálos kondia volt, tehát tényleg heads off, meg respect, meg minden, mind a kettejüknek, de szerintem a Vecsa az egyik legnagyobb esélyese ennek a történésnek, és akkor utána jött a műsor szempontjából a királyi páros, válogatott focista, Kabát Péter, aki egyébként egy két lábon járó humorzsák itt az RTL csatornánál, és nyilván a Rácz Jenő, aki pedig egy szuper séf, és mint látjuk, elég ügyesen. Nem, hogy elég ügyesen, kifejezetten képzett boxoló mozgását. Ott nem fél évről van szó, tehát ott teljesen egyértelmű, hogy hosszú évek óta műveli már ezt a és hogy nem későn kezdte. Azt lehetett látni, hogy gyerekkorban kezdte el. Tehát, de sokszor én nézem, hogy mi az egyik fő hátrányom nekem, hát én 29 vagy 30 évesen kezdtem ebben. Tehát az idegen... Soha nem késő hozzáteszem, Zrínyi Akadémiánál bármikor elkezdtem. Így igaz. Nyilván rengeteg munkát igényel, még több szorgalmat, még több lojalitást a sportirá, hogyha valamilyen módon meg akarsz tanulni, mozogni, mert mikor egy 12 éves gyerek elkezd bunyozni, akkor még az izomzat, az idegrendszer szinte magától megtanulja ezt a fajta mozgáskoordinációt, ami egyébként a sima emberi mozgáskoordinációval teljesen ellentétes. Tehát mikor valaki sok időt eltölt a bunyóba, akkor nagyon megváltozik a mozgás koordinációja, az ügyességfaktor, tehát egy csomó kapu kinyílik az emberi lehetőségek tárházába, ez látszott a Rácz Jenőn, tehát én azt tudnám mondani, hogy szerintem a Rácz Jenő az egész szériának minden versenyzőjét, hogyha nézem, ő a legmagasabban komplex ökölvívó. Tehát ő szó szerint egy ökölvívó, ő egy bunyós. Én is azt látom az ő mozgásán, egyébként annyit hagy mondjak, hogy a soha nem késő elkezdeni, ez csak igen, azért szeretnék egy pár gondolatot mondani, mert ugye biztos vagyok benne, olyanok is nézik ezt az adást, akik mondjuk most kacérkodnak az ökölvívás, vagy a kickbox, vagy egy küzdősport elkezdésére, és pont azon gondolkoznak, hogy basszus, 30 éves vagyok, hát hülyét akarok csinálni magamból itt egy terembe, és nem, tehát az a helyzet, hogy aki ezen gondolkozik, az azonnal lendüljön át ezen, lépjen ki a komfortzónájából, és menjen le egy küzdősport terembe, teljesen mindegy, hogy melyikbe, mert fantasztikus dolgok fognak vele történni. Mint a Laci mondta, arról van szó, hogy 30 év alatt ő neki volt egy izomzata, volt neki egy elképzelése a mozgásról,
és azt a gyökörvívás teljesen átírja. Ezért nyilván egyszerűbb az, hogy egy 6-7-8-9-10 éves fejjel már belép tátálódik ez a mozgás koordináció, és soha nem késő, menjetek le egy terembe és kezdjetek el mozogni. Ebben abszolút igazat adok, plusz egy olyan spirituális változás is bekövetkezik az emberben. Hogy a buddha is megszólalja. Igen. Az ökölvívás legnagyobb adománya az nem az, hogy pofán vágsz embereket. Természetesen nagy vonalúvá tesz a bunyó, hiszen jobb adni, mint kapni című mondásnak ez egy tartalmat is ad. Tehát ez a jótékonysági sparingunknak egyébként a jelmondata. Sokkal nagy vonalúbbá válik az ember az ajándékozás terén. Az biztos. És, de én azt gondolom, hogy nem elsősorban az ellenfél a lényeg. Egy ilyen ökölvívó meccsen sem. Tehát mikor állsz a ring egyik sarkába, és van egy másik ember a ring másik sarkában, ő elsősorban nem az ellenséged vagy az ellenfeled, hanem a tanítód és segítőd. Mert magaddal kerülsz szembe. Tehát elsősorban magadat győzöd le, magadat haladod meg. Ezért van az, hogy ilyen legendás profi box mérkőzések végén emberek összeölelkeznek. Iszonyatosan mély barátságok születtek meg ilyen meccsek után, és mert a másik nélkül ezt a belső utazást nem tudod végrehajtani. Tök érdekes, mikor egyszer a Mafiózók című sorozatban a Tony Soprano benn van egy kórházban, egy műtét során, és valami meccset néznek, azt hiszem Oscar de la Hoya bunyozik a Julio César Chavezzal, az öreggel, vagy valami ilyesmi meccset néznek, legendás mérkőzést, és egy kvantumfizikussal nézik együtt a meccset. És akkor mondja a kvantumfizikus nekik, mert mondja, hogy mit gondolsz te erről, mert olyan érdekeseket mondja a többi mafiózónak, aki látogatóban van. És akkor mondja, hát hogy de hogy miket mondasz, és akkor elmondja a kvantumfizikus, hogy tulajdonképpen az energia saját magával találkozik, ugye az óceánnak két hulláma, az ütközik össze. Tehát magyarán a küzdősport egy ilyen belső utazást hajt végre, tehát itt az ellenfél is ilyen módon, valamilyen módon téged segít, magaddal találkozó, magadhoz segít közel. Nyilván a ego szintjén megéli az ember ezt, hogy gyönyörűk szétvázatnak. Megy a show, meg ahhoz, hogy ez az egész utazás megtörténhessen, ezt meg kell ugorni, mert aki dudás akar lenni, akkor pokolba kell annak menni. És ez ennek a helye, hát itt ez a pokol, ahova a dudások bementek, ugye a Kabát Peti dudált éppen, meg a Rácz Jenő, ez kinyitotta a kapuit, és hát nagy szerencsére a mérkőzés végén ez oda vezetett, hogy valamiféle kis mini mennyország lett a végén a történetnek, mert nem lett tragikus a vége a dolognak, illetve nem lett olyan kimenetele, ami drámai fordulatot vett volna, azóta Kabát Peti már túl van, de nervis. Innen is jobbulást kívánok, azért ez egy kemény pár percet okozott szerintem minden nézőnek, meg családtagnak, mert ez egy brutális leütés volt. Én egyébként ugye előző adásban mondtam a Lacinak, hogy egy kicsit az az érzésem a Kabát Peti Rácz Jenő meccsel, főleg a késsérülése miatt a Kabát Petinek, hogy itt majd egy olyan nagy durranásban volt ez, amikor milyen meccsel, tehát ugyanaz a szponzoruk, és akkor előtt a két srác a levegőbe, és talán kiterülnek. Szóval kb. Egy ilyen meccsre készültem, hogy tényleg a tisztában vannak egymás képességeivel a felek, a Kabát Peti is a sajátjával, a Rácz Jenő is a sajátjával, és egymáséval is. Ezt az edzők is tudják, és ehhez képest teljesen más meccsképet kaptam, és a végkimenetel az meg számomra szerintem tehát egy nagyon-nagyon rossz volt azt nézni amatőr sportolóknál, de gyakorlatilag ugye egy isteni szerencse, hogy nem szakadt szanaszét a térdszallagja a Kabát Petinek, mert ugye aláfordult a bokája és a teljes térd kalácsa, a teljes testsúlyával ráesve, akkor ugye ácsúcsoson kapott egy előre rohanva feltartóztató csapott ácsúcs horoggal, átszóval, egy rossz volt nézni, hidegre káoszta gyakorlatilag a Rácz Jenő a saját barátját. Szerintem a Kabát Peti iszonyatosan fegyelmezetlen volt, a Golyó az elmondta egyébként, még megkérdezték, hogy milyen taktikát javasol a Petinek, mondta, hogy nem, tehát ugye a kommentátornak mondta, hogy nem szabad fejetlenül előre menni.
ezt javaslom minden Starbucksosnak, és tényleg ezt, mint szakmabeli, fogadjátok meg az edzőjétek tanácsát, mert nem mondanak hülyeséget. Tehát ennyire az edzői taktikát semmibe venni, előre menni, mint valami félőrült, annak ez lesz a vége. Fel is paprikázta szerintem már az elétől kezdve a Kabát Peti a Rácienőt, ami szintén az oroszlán bajszát ugye húzogatva megtörtént, és ilyen elkezdte komolyan venni ezt az egészet. Hát a leütés után pedig ilyen félőrülten rárontani a másikra. Én azon is gondolkozom egyébként, hogy ott meg volt ütve valószínűleg a Kapárpet, és sem tudta, hogy mit csinál gyakorlatilag már. Mert egy leütésből így kijönni, és ilyen magdalkozó csapkodásba belemenni, aztán a Jenő meg azt mondta, hogy megadva elég volt. Én egy kicsit azt éreztem ezen a feltartóztató ütésen, és leütésen, hogy úgy volt már, hogy hagyd már abba, Peti, az Isten. Hát jó, feltartóztató. Egy 3-4 percre. Ami szerintem tanulság, és ez fontos, és a műsor szerkesztését illetően is. De látom, hogy merre fele megy a valóság sok világa, nem csak a Starbucks, ez még egy viszonylag tiszta helyzet, mert ugye ökölvívásról van szó. De lehet látni, hogy most már a Farm VIP-t is úgy csinálják, hogy el kell lopni a másiknak a készletét. Így teljesen mértékben ez az emberek egymás lincselését mutatják be a képernyőn, és ebbe az irányba megyünk, de amit én nem akarok természetesen a szakmai stábnak okoskodni, mert ki vagyok én, hogy ilyet tegyek, de én azt gondolom, hogyha bárki Starbucksba részt szeretne venni, vagy megszellőztették, hogy ő rá számítanak, hogy a gyerekek időben neki kell kezdeni a felkészülésnek. Nem elég fél. Akkor te ezért edzel, mi? Heti 6-ot hetet. 20-ig célben. Na vald be, hogy nem rágom a fülét alatt, akkor most már valakit ki kéne írni egyébként. Hát ne, én alig vagyok 60 éves. Nem a takarítónőt az utcára, hanem tényleg egy... Alig vagyok 60. Hát egy nyugdíjas, mert azon rögtem a bacskaival. Masters. Kesztyűztem a bacskaival múlt héten Benjivel, és akkor vége a kesztyűzésnek, és megyek vissza elköszönni, és mondja, jó van, Laci, beraktad a fogvédődet, mindent eltettél, és mondom, miért beszélsz úgy vele, mint a nagypapáddal? És így mondja, hát csak, hogy ne adjíts el. Mondom, bazdmeg, már olyan leszek a vége, mint egy ilyen, mint, hogy tudod, így bejövök a kis botommal, vagy a rollátorra, rámadják a kesztyűt, és bemegyek, és utána kijövök, vissza a rollátor, visszalátásra, és akkor végkel. De szóval szerintem nem lehet időbe elkezdeni a készülést, mert a tudás különbség, tehát itt lehetett látni ebben a mérkőzésben, hogy mennyit számít a tudás különbség. Itt tényleg kijött, ugye súlyban nagyjából egy súlyban voltak, igen, és ez nem az a súly, amiben ezzel a csapkodással rövid távon meg lehet oldani dolgokat. Tehát itt kijött ez, hogy mit jelent az, mikor valaki felkészült, és valaki kevésbé. És hozzáteszem, hogy nem talált ki rossz taktikát a golyó, mert jó volt ez a lábmunkából való beütögetés, kapott ám a jelenet. Nem volt dejavú érzésed a meccs képét nézve? De volt, csak annyi volt a különbség, hogy ugye a ringben mindenkiről kiderül, hogy milyen ember. És a Kabát Péter az a boxingben nem egy gyáva embernek a viselkedését mutatta, hanem ő bátran, ő harcolni akar, csak ezt a küzdő modort választotta. Tehát ő nem egy ilyen primadonna működést csinált, csak próbált élni az eszköztárával. Hozzáteszem, most valami visszanéztem pont az én bunyómat. Állal, én teljesen úgy néztem, de az a meccsképe olyan volt, mint amikor a Dokman, ugye ott volt a Majkával szemben, ment, próbálta, terelgette, a Majka jobbra-balra, mint egy kislány. De, például a Majka ilyen szempontból ügyesebb volt, mint a Kabát Peti, én meg ügyetlenebb voltam, akkor mint a én nem szomorkodtam volna, hogyha úgy találok, mint a Rácienő azon a meccsen, bár most már nem szeretném a Majkát sem így megütni, mert nem vagyok vele rossz viszonyban, igazából ez. Virágra se haragszom. Nekem nagyon tetszett egyébként, hogy a srácok az elején azt üzenték egymásnak, hogy
szeretik egymást, hát ez volt az utolsó szeretetteli momentumunk egymást. Kíváncsi lennék egy ilyen családi összejövet erre majd ezután, amikor a Jenő a szemébe néz a párjának, aki ott hiszterikus állapotban, ugye Kabát Peti párjának, aki ott hiszterikus állapotban zokogott. Sajnos ez ezzel jár, de vissza oda tényleg nem lehet időben elkezdeni felkészülni, és gyerekek, a bunyóba a védelem a legfontosabb dolog. Igen. Tehát nem véletlen mondja el az edző, hogy az ütésnek nem ott van vége, hogy eltalálta egy palit, amikor visszahúztam. Ezek, tehát pont ez a mérkőzés mutatta meg azt, hogy mikor nézzük a nagy profi box meccseket, hogy ezek védekező művészek. Mert ha ezek az ütések, amiket elengednek, hát nézzétek meg ilyen szinten, ha talál valami, mit okoz. Tehát, hogyha egy komoly meccsen elengedett ütések, mind úgy találnának, ahogy szándékoznak ez őket kivitelezni, akkor mindenki meghalna a bunyó meccseket. Na most ehhez képest meg elég nagy a túlélési arány, szerencsére. De és talán a műsor szerkesztése szempontjából az egy komoly feladat, hogy én több időt szánnék az emberek felkészítésére. Az ellenfelek közti erőviszonyok azért legyenek kiegyensúlyozottabban. Tehát én értem, hogy minden a vér, meg a nézettség. Nekem az is annyira taszító volt, ahogy ott feküdt félholtan az az ember, az okogott a felesége, és akkor közelről a fényképész meg kattingatott bele a fejébe. Nekem ezek, persze tudjuk, egy profi box meccsen ez van, mert ezért megy be két jól képzett gladiátor egy ringbe, hogy megküzdjön egymásra, és ez ott benne van. Persze itt is rá lehet fogni, hogy ők vállalták pénzért, meg mutogatni akarják magukat, de mégis azt gondolom, hogy azért nem árt az, hogyha valami emberi szemszög is megjelenik véleményalkotók részéről, és azért, mert valaki vállal valamit, az nem jelenti azt, hogy örülnünk kell neki, hogyha így alakul. Ráadásul szerintem, aki vállalta, nem is tudta, hogy mit vállal. Az csak akkor jött rá, hogy mit vállal, amikor ez megtörtént vele. A mérkőzés képéről meg még annyit szeretnék, hogy hát mondom, a Jenőn nagyon látszott az iskolázottság, az, hogy lát a pályán, hogy nem csinál fölösleges mozdulatokat, nem esett szét a kondia attól, hogy nem úgy alakult a történet, ahogy ő szeretné. Tehát. És a kabát, meg valljuk be, elkezdte csípkedni, próbált találgatni, mozgásból beütögetni, be is verdesett egyébként a Jenőnek. Hát ez a szokásos. Egy pár ütéssel, és utána ugye ez a leütés, ez meg hát pont az a hiba, hogy mondtad, amit a golyó mondott, hogy nyílts is, akkor nem támadok. Nem tudom, hogy meg volt-e ütve, vagy ütésrészeg volt, én elég aktívnak láttam. Én szerintem próbált egalizálni. Próbált. Tehát azt lehet mondani, hogy a kabátnak jó vére van. Az nem volt beszalít. Nem. Tehát nem. Az odament, beleállt, ütött, föl is húzta szerintem, hogy pofán fáktott, rászámoltak, és ettől berágott. Mondd azt valamit egyébként, valószínűleg. Hát szembe jött egy gorilla húsánk, és nagyon lett a gondolat. Ja, mondják azt, hogy ez mázli volt, tehát ez mázli volt az ütés. Nem, szeme volt. Ez a hátsúcs, alsó részére, gyönyörű szép. Ráadásul feltartóztató jelleggel, mert ahogy ő jött, kitámasztott hátra, és onnan jött így, hátsúcsra. Nagyon jó kezelte a helyzetet, úgyhogy egyébként az ő mérkőzését az istenes. Annyi egyébként, hogyha a barátomat így leütöm, azért a lábát legközelebb ilyen húzná ki, jó? Tehát azért ugye én egy kedves kesztyűbe ugye, megyünk a barátommal, és így leütöm, akkor az így visszacsiklott lábát, meg stabilba is tettem volna, meg hívom a mentőket. Nem pedig elmegyek a másik sarokba, és mint aki jó végeztem a dolgot. Szerintem jelölt. De egyébként, igen, ez sok volt neki. Sok volt. Mondta is egyébként, hogy így, nem is emlékszik rá, hogy hát ki jött az ösztönet, hát így jön rád valaki, hát mit csinál? Pum. Egyszer a Benjivel volt nekem ilyen, kesztyűztünk, és ütögettem első kezes ütéseket, és ütögettem, és így el is találgattam néha, vagy a kesztyűt, vagy van, és egyszer csak azt vettem észre, hogy két szem így néz. És mondom,
Tudod, így, ilyen gyorsan. Persze, időutaztál, tudod szokták mondani. Nézd, tudod, és ahogy ütöttem az egyenest, a következő az volt, hogy így bum, és így robbant szét az orrom, a vér mindenhol. Mondom, ez is így annyi volt, hogy így érezte, így mondja nekem. Ne állj meg! Megosítom, mondom, nem állok meg! Azaz. És akkor a faterja után az orromat, emlékszem, az Imi az orromat így törögette, és akkor mondtam, nagyon nagy hős vagy kis fiam. Köszönöm szépen, Imi-ben. Jaj, hányom meg. Hát és ki mekkora hős lesz egyébként, tehát ugye a istenes, most erre megmutathatja. Nagyon kíváncsi vagyok. Megmutathatja, mert ugye ő azért eléggé pikirt stílusba kihívta a Jenőt. Igen. Most meglátjuk mekkora. És lehet látni, hogy a Jenő ezt komolyan fogja venni. Tehát hogyha a barátságot... Nemzeti ügy, ahogy ő mondta volna, tehát nem nemzeti ügy, az istenes Bence kiütés. A barátságot így kezelte. Jézusom, tényleg. Egyébként ezek után férfiasan bevallom, egy nagyon szimpatikus embernek látom rá célja, de nem szeretnék a barátja lenni. Igen, ha barátok lennénk, vagy bármikor esetleg lehetne máshogy lehet. Igen, máshogy oldjuk meg. Nem tartoznék szívesen egyébként a jelenleg. Teljesen jelenleg. Mindegy, hogy ellenségek vagyunk. Így, nagyon kíváncsi leszek. Tehát én is, nekem van favoritom, nem mondanám ki, hogy a Jenő az, de egyébként. Hát, én egyértelmű esélyesnek látom, hogy itt ez a mérkőzésen. Itt nem lesz elég az a körítés, RTL-es körítés, meg maszlag, ami körülvezte a Norbi és a istenes Bence ügyét. Két férfi fog felmenni a ringbe, és egy maradhat kőkeményen. Igen. Annak ellenére különben, hogy hozzáteszem, hogy figyeltem a Bencének a felkészülését, a beletett le a melóját, és tényleg le a kalappal. És a mozgása is egyébként bunyós, és ő közül. Ez egy hobbista bunyó, amit ő csinál. De ez egy másik liga. Nem mondom, hogy esélytelen, nem, sem mondom. Senki sem mond. És főképp, amiben én látom a kettőjük közti különbséget, nagyban, tehát most azt sem mondom, hogy az az ilyen nagyon óriási tudásbeli különbség van, ami áthidalhatatlan. Tehát például a méretarányokból kifolyólag a Bence meg tudná oldani a Jenőt, mit tudom, ő a hosszabb, sokat mozog, ütöget, nem veszi föl az ilyen küzdelmeket, nem lesz fejetlen, hogyha jönnek ezek a beugrós dolgok, akkor ott hagyja, vagy valahogy megoldja. Csak amit én megláttam a Norbikát illetően, hogy amikor a Norbika aktívakban van támadott, tehát ugye neki ugrott a Bencének, és ez egész sokszor megtörtént a meccset, mert tulajdonképpen végig ez volt. Néha megfordult a dolognak a menete, és akkor tudott a Bence eredményes lenni, és meghatározó a meccs szempontjából. De én amit látok, vagy érzek, és aztán remélem rám cáfol, hogy én törékenynek látom. És ez a Jenővel szemben ez a törékenység, ez egy olyan dolog, amin tud borulni a meccs, mert itt nem olyan találatok fognak érkezni, mint amilyenek a Norbitól jöttek, és azok sem voltak ugye tünetmentesek. Tehát ez lesz az érdekes, hogy a Tóth Tomiék, illetve a Bence mit tudnak erre kitalálni. Nagyon kíváncsi vagyok a taktikára. Mert most látták, hogy miről van szó, és sokan ugye mondják, hogy hát azért a Kabát Peti nem olyan ellenfél volt, mint a Solbert Norbika az istenes Bencének. Ezt én értem. Egyébként valószínűleg a Solbert Norbika hasonló sorssal végezte volna, mint a Kabát Peti. Én ezt úgy érzem, mert a Jenőnek a motivációja, az arca, a belső tűze, mindent lehet látni. Az, hogy fölment oda... Rendben van, az a gyerek van. Az kőkemény, tehát ez egy iszonyú kívás. Nem mondom, hogy megoldhatatlan, nagyon kíváncsian várom, de én is most úgy látom, hogy ő lett a diadalmaskodó. Meglátjuk. Izgalmas mérkőzésekre számítunk, ami nagyon nagy csata lesz. Árpa-tenya, az a távolról jövő gázai bombáknak. Küzdelme. Igen. De nem precíziós rakéták. Ahogy... De én arra kérlek, Attila, hogy védekezz. Benned is benne van az őserő,
védekez, mert én abban a meccsben látok még egy olyan lehetős lehetőséget, mint például most látunk a Kabátleti esetében, és nehéz súlyba, annak már tényleg beláthatatlan következő. Bizony. Tehát a tenyát meg tanítsátok már a vészes egyenest ütni, vagy pedig a bíró szóljon rá ezekre a tenyereset, a méretetésre. Tehát a palántékon, tiszterőben elküldve, gyakorlatilag az úrfabrólyat. A csajok, nem tudom, kik lesznek, de azt majd. Meglátom. Mazsi. Ja, Mazsi lesz. Igen? Nem ő? Nem tudom. Meglátjuk. Most a hölgyektől tényleg erről is elnézést kérünk, de igazából elnézést volt ez az Isten. El. Ami még nagyon érdekes lesz, a Józan látszó. Noah. Kíváncsi vagyok, hogy kinek lesz felajánlva. Mi már mondtuk, hogy akkor vagy igazi a nem felajánlod ezt a győzelmet, hanem akkor már támogatod. Közössége. És ez fata. Az egy jó. Igen. Hát köszönjük, hogy néztetek minket. Ez volt a Starbucks kibeszélő Kecskeméti Lacival és a Dulszájával, Pityinger Lacival. Jövünk a jövő héten is. Sziasztok! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!